Klamár Zoltán, Örökségünk, Magyar Kanizsai Képeskönyv című alkotása második bővített kiadásának bemutatójára került sor a Magyar Kanizsai József Attila könyvtárban. A kötet a Magyar Kanizsai épített örökséget dolgozza fel, mindezt képekkel és az adott épület rövid történetével kiegészítve. A könyvben helyet kaptak mások mellett a helyi épületek, szobrok és keresztek, valamint a temetők is. A mostani kötetben zömében régi képeslapokon keresztül láthatjuk viszont a település fontos tereit, épületeit. A tartalmiakban mindenképpen, mert sokkal több mindent sikerült most összeszedni. A 33 év, ami elmúlt a cikkírástól, ugye a könyv megjelenéséig és azóta, ez a második kiadás, ez már kicsit másabb szemléletű, kicsit nagyobb merítés, kicsit több minden van benne, mint az elsőben. Tehát megpróbáltam azokat a hiátusokat, amik ott voltak, pótolni valamilyen módon. Újdonsága a kettőhöz képest például, hogy az elsőnél csak az én fotóim vannak benne, vagy 90%-ban az én fotóim. Ebben az újban viszont jó 90%-ban régi képeslapokról nézegetheti az ember, hogy mi hogyan nézett ki, hogy nézett ki a város főtere például, és a többi, és a többi. Tehát ilyen szempontból mindenképpen más, aztán olyan szempontból is más, hogy a jelállításra magára, tehát a terek megjelölésére külön fókuszáltam. Ez egy plusz fejezete a könyvnek, ami az előzőben nincs benne. És hát amióta ugye a kutatások zajlanak, sok minden új dolog is került elő, ami megint csak gazdagítja ezt a kötetet. Tehát ha terjedelmében nem is sokkal, de egyébként tartalmában mindenképpen másabb, mint a korábbi volt.